Nem luxustáska, ezzel az elnevezéssel indult néhány éve egy országos kezdeményezés. Ennek keretében a rászoruló, nélkülöző nőket segítik. A szervezők hisznek abban, hogy nem csak decemberben, karácsony idején van szükség a segítségre, hanem egész évben. A kampányt éppen ezért januárra időzítették. A nem luxustáska adománygyűjtő mozgalomnak az a célja, hogy adományokat gyűjtsünk, így, hogyha van otthon egy felesleges táskád, ami jó állapotú, de már nem használod felesleges számodra, akkor az tömleg mindenféle alapvető intim higiéniai terméket, és mi azt rászoruló hölgyek részére az országszerte igazából szétosztjuk. Január 31-ig lehet leadni az adományokat országszerte, ehhez a szervezők ingyenes postázási lehetőséget biztosítanak. Ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan nők, akik nem jutnak hozzá alapvető higiéniás termékekhez. A csomagokkal nyújtanak segítséget a nélkülözőknek. A gyűjtést idén harmadik alkalommal hirdették meg. Első évben több mint 10 000 táska gyűlt össze országszerte, második évben több mint 17 000 táska gyűlt össze, és hát idén még ugye folyamatban van, nem tudunk konkrét számokat mondani, de nagy valószínűséggel nem tudjuk megdönteni a rekordunkat, bár nagyon-nagyon sok adományozónk van, a járványügyi helyzet azért az adományozóink anyagi helyzetére is hatott, így azzal számolunk, hogy valahol a kettő között lesz idén ez a szám. A szervezők azt kérik az adományozóktól, hogy minden termék legyen új és bontatlan, illetve ne kerüljön a táskába a többek között éles tárgy, élelmiszer, ruhanemű vagy gyógyszer. A csomagokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat osztja majd szét a rászoruló nők között országszerte.